Die ersten Deutschen kamen im 18. Jahrhundert nach der Türkenherrschaft im Rahmen der beginnenden Besiedlungen in die Region und trugen viel zu einer fruchtbaren Landschaft und zum Wohlstand in der Region bei. Die Deutschen von Sexard trugen unter anderem dazu bei, dass die Stadt für ihre Weinindustrie berühmt wurde. In der Komitatshauptstadt gibt es immer noch eine deutsche Selbstverwaltung, die ebenfalls bei den Wahlen am 9. Juni betroffen sein wird. Ugyanúgy, mint az országban a többi önkormányzati választások június 9-én kerül sor, tehát nem csak a helyi önkormányzatok, hanem országos önkormányzatok és az európai parlamenti választások is. Itt helyben, Szekszárdon német nemzetiségi önkormányzati választások is lesznek, ugyanúgy, mint ahogy az ország többi területén is, és a szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat nál 6 jelölt van, akik képviselőként jelentkeztek a szekszárdi önkormányzatnál. Tehát megvoltak már az aláírásgyűjtések leadva, mindenkinek érvényes aláírása van, úgyhogy most várjuk majd a választásokat. Ugye a létszámnak megfelelően Szekszárdon 5 képviselő lehet választani, 6 jelölt van, úgyhogy majd a választók eldöntik, hogy ki legyen a kiképviselje Szekszárdon a német nemzetiségi önkormányzatot. In der Stadt können Kinder von klein auf Deutsch lernen und im Wunderland Kindergarten, der von der ungarndeutschen Selbstverwaltung betrieben wird, die deutsche Kultur näher kennenlernen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von authentischen Beziehungen zwischen den jüngeren Menschen und der älteren Generation in der Stadt. Das Ziel der deutschen Selbstverwaltung Sachsen ist es, Werte zu erhalten, junge Menschen zu motivieren und ihr gesamtes Potenzial einzusetzen, um die ungarische Gemeinschaft in Stadt zu einer noch aktiveren machen. Most már nagyon kevesen vagyunk, tehát mindig kevesebb az a létszám, aki a német nemzetiséghez úgy kötődik, hogy magáinak érezhesse a német nemzetiségi kultúrát. Ezért aztán az önkormányzatunknak is egy kiemelt feladata az, hogy a fiatal generációt bevonjuk olyan programok szervezésével, ami vonzóvá teheti ezt a német nemzetiséghez való tartozást. Szekszárdon is több iskolában van német nemzetiségi oktatás, sőt az óvoda, mint a szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat óvodája, mert mi vagyunk a fenntartók, már ettől a kiskortól kezdve próbáljuk azokat a hagyományokat a gyerekekkel megszeretetni, hogy bővítsük ezt a kört, ami a német nemzetiséghez való tartozást jelenti. Die ungarndeutsche Selbstverwaltung pflegt seit 30 Jahren die ungarndeutsche Traditionen in Sachsen.